Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Csillagok között című filmről. 2006-ban a Csillagok között eredetileg egy Spielberg filmként indult. Ekkor bízta meg a Paramount Jonathan Nolant, hogy írjon egy forgatókönyvet Spielberg náluk készülő következő sci-fi projektjéhez. A script 2007-ben el is készült, de nagyon sok tekintetben eltér a ma ismert Csillagok között filmtől. Ebben a változatban Murphy jó volt, és sokkal több emberszerű robot jelent meg a sztoriban. A küldetés során a csapat kizárólag a jégbolygóra jutott el, ahol kínai űrhajósok nyomára bukkantak. Később kiderül, hogy a kínaiak már évek óta dolgoztak a Föld megmentésén, és a fekete lyukak segítségével több utazást is terveztek a múltba. A történet végén Cooper visszakeveredik a Földre 2230-ba, és a déd unokájával találkozik, nem pedig Murphy-vel. Ebben a forgatókönyvben a két főszereplő között végig romantikus kapcsolat van, és a végén ez az oka annak, hogy Cooper elindul Brentet megkeresni. A Paramount 4 éven keresztül dolgozott azon, hogy tető alá hozzák a projektet, de végül 2011-ben Spielberg végleg kiszállt belőle. Ekkor jelezte Christopher Nolan, hogy ő szeretné megcsinálni ezt a mozit, de át akarja dolgozni a forgatókönyvet. Amikor megtudta a Warner, hogy Christopher Nolan érdeklődik a projekt iránt, leültek tárgyalni a Paramonttal, ugyanis be akartak szállni a filmbe. Úgy egyeztek meg, hogy a Warner beszáll a film finanszírozásába, ezért felosztják a piacot, az amerikai forgalmazási jogot megtartja a Paramount, a többi pedig a Warnerhez vándorol. Mivel arra lehetett számítani, hogy a Csillagok között óriási siker lesz, ezért az üzlet részeként a Paramountnak sikerült megszerezni a Péntek 13, illetve a South Park jövőbeli folytatásainak részleges jogait. Christopher Nolan úgy nyilatkozott, hogy a forgatás során leginkább a Metropolis, a 2001, a Csillagok háborúja, az Alien, a Szárnyas fejvadász, a Cápa, illetve az Igazak inspirálták. A rendező azt is megemlítette, hogy amikor csak lehetett, kerülték a zöld hátterek használatát. Például azoknál a részeknél, amikor a színészek az űrhajóban vannak, valódi felvételeket vetítettek mögéjük, így úgy érezhették magukat, mintha az űrben lennének. A direktor ragaszkodott ahhoz, hogy az összes űrhajó, illetve űrállomás makettjét elkészítsék, és ne pedig CGI-jal állítsák elő őket. Christopher Nolan mindenképpen szerepeltetni akarta a Csillagok közöttben azt a teóriát, hogy valójában a Holdra szállás nem történt meg, hanem az amerikai kormány szervezte az egészet. Később úgy nyilatkozott, őt már a felvetés is zavarja, szerinte ez a tudomány ellen elkövetett vétek. A rendező 20 millió dollárért vállalta a mozi dirigálását, és további 20%-ot kapott a bevételekből. A produkciónak némi extra pénzre is sikerült szert tennie, ugyanis a filmben látható kukoricát tényleg megtermelték, majd a munkálatok végeztével némi profittal sikerült eladniuk. A forgatás során több kísérleti IMAX kamerát, illetve alkatrészt használtak, melyeket folyamatosan tökéletesítettek, miközben dolgoztak velük. Bár sokan panaszkodtak, valójában a koncepció része, hogy néhány jelenetben a párbeszédet elnyomja a háttérzaj, vagy éppen a zene. Timothée Chalamet úgy nyilatkozott, hogy amikor először megnézte a Csillagok közöttet, akkor egy órán keresztül sírt, és nem csak azért, mert a mozi meghatotta, hanem azért is, mert jeleneteinek nagy részét kivágták a filmből. Matt Damon feltűnését a Csillagok közöttben végig titokban tartották, egyedül a Variety írta azt, hogy egy meg nem nevezett szerepet vállalt a filmben. Christopher Nolan az idős Murph szerepére Jessica Lange-t akarta leszerződtetni, de a színésznő nem ért rá az American Horror Story miatt. Christopher Nolan Matthew McConaughey-t a Mad című filmben hozott alakítása alapján választotta ki a főszerepre. A színész úgy nyilatkozott, hogy először kicsit tartott a rendezőtől, attól félt, hogy túlzottan komoly és nagyon törekszik a tökéletességre. Később rájött, hogy Christopher Nolannek van humorérzéke és nagyon segítőkész, ugyanakkor az tényleg igaz, hogy perfekcionista. Érdekes módon a rendező is hasonlóképpen nyilatkozott Matthew McConaughey-ről, ő attól tartott, hogy a színész túl laza lesz, ehhez képest, amikor forgattak, nagyon komoly volt és mindenre odafigyelt. Matthew McConaughey 2 gyermeke kameózik a filmben, abban a jelenetben, amikor Murphy-t meglátogatja a kórházban a családja. A film zenéjét Hans Zimmer készítette. A zeneszerző úgy nyilatkozott, hogy nem kapta meg a forgatókönyvet, illetve a cselekmény részleteit, csupán egy leírást a filmről, illetve arról, hogy milyen érzést kell átadnia. Az így elkészült anyagról Christopher Nolan nagyon elismerően nyilatkozott, azt mondta, hogy szerinte ez Hans Zimmer eddigi egyik legjobbja. A Csillagok között zenéjének van néhány motívuma, mely nagyon hasonlít az Őrület határán című film muzsikájához. A zeneszerző úgy nyilatkozott, hogy annak idején, amikor 97-ben az Őrület
határás zenéjét csinálta, nagyon sok változat született, és ezek nem mindegyikét használták fel, ebből vett elő néhányat. Hans Zimmer egy interjúban megemlítette, hogy meglepte, hogy az emberek leginkább azt a zenét szerették a filmben, mely a dokkolási jelenet alatt szól. Ez bizonyítja az is, hogy a muzsika teljes változata nem szerepelt a filmzene CD-n, később adták ki azt. A film nagymértékben épít Kip Thorne elméleti fizikus munkájára, és részt is vett az alkotási folyamatban. Az elejétől kezdve együttműködött a CGI csapattal, egyenleteket, illetve geometriai példákat adott át a fekete lyuk animálásához. A végeredménnyel annyira elégedett volt, hogy több tudományos cikkéhez is csatolt képeket a filmből. Amikor a rendező először megkereste a fizikust, hogy működjön közre a film elkészítése során, Kip Thorne-nak két feltétele volt. Az egyik, hogy a jelenleg fennálló fizikai törvényeket nem sérthetik meg a filmben, a másik pedig, hogy mindenfajta forgatókönyvi fordulatnak valahol a tudományban kell gyökereznie. Kip Thorne később úgy nyilatkozott, hogy egyetlen komoly összetűzése volt Christopher Nolannel, amikor le kellett arról beszélnie, hogy fénynél gyorsabb utazást ábrázoljon a filmben. Azt is hozzátette, hogy volt egy dolog, amiben viszont ő engedett, ez pedig a jégbolygó ábrázolása. Ugyanis amit ma tudunk a jégről, az alapján a bolygón ábrázolt domborzat így ebben a formában nem jöhetne létre. A filmen végzett munkája miatt Kip Thorne producerként van feltüntetve a kreditblokkban, illetve egy cameót is bevállalt. Ugyanez nem kapcsolódik a mozihoz, de 2017-ben Kip Thorne Nobel-díjat kapott. Tars személyiségét leginkább Marvin inspirálta a Galaxis úti kalauz topposoknak című regényből. A direktor ragaszkodott hozzá, hogy a robotot ne CGI-jal állítsák elő, hanem modell legyen, mely bizonyos dolgokra képes. Magát a modellt a setben Bill Irwin mozgatta, akit később CGI-jal tüntettek el. Christopher Nolan egy interjúban megemlítette, hogy amikor először meglátta Tars dizájnját, egyáltalán nem volt lenyűgözve tőle. Amikor azonban megépítették és megmutatták, hogy mire képes a modell, teljesen izgatott le, és azt mondta, hogy jó úton járunk. Brand doktor irodájában láthatunk egy csomó könyvet, többek között Einstein életrajzát. Murph szobájában a polcon láthatjuk Stephen King Végítélet című regényét, illetve több olyan könyvet, melyeket Christopher Nolan olvasott, mielőtt elkezdte volna a filmen való munkálatokat. Szintén a polchoz kapcsolódó érdekesség, hogy több szereplő neve is feltűnik különböző könyveken, mint szerzők. 2019. április 10-én bemutatták az első képet, mely egy fekete lyukról készült. Valójában, amit ezen láthatunk, nagyon hasonlít ahhoz, ahogy a filmben ábrázolják a fekete lyukat. Ha jól megfigyeljük, az űrhajósok valamilyen fajta hideg folyadékba merülnek, hogy átaludják a hosszú utazást. Ez megfelel a tudomány mai állásának, ugyanis azt már tudjuk, hogy a hibernált állapotot valamilyen szinten a hipotermia okozásával érhetjük el. A film vége fele, amikor Cooper saját házának másolatához sétál, láthatunk a képernyőkön embereket, akik arról beszélnek, hogy milyen volt a Földön élni. Az utolsó monitoron feltűnik egy férfi, aki nagyon hasonlít a híres sci-fi íróra Arthur C. Clarke-ra. Természetesen nem róla van szó, azonban a színészt pont azért kasztingolták a szerepre, mert hasonlít az íróra. A filmből megtudhatjuk, hogy Brand professzornak az a problémája, hogy egyenletében nem tudja összeegyeztetni a relativitás elméletet a kvantummechanikával. Valójában ezzel a nehézséggel Einstein is küszködött. Valójában a film címe pontatlan, ugyanis az Interstellar kifejezés csillagok közötti utazásra utal, azonban galaxison belül. Viszont a csapat által célul kitűzött három bolygó másik galaxisban található. Ugyanakkor az is igaz, hogy az Interstellar kifejezés mindössze egyszer hangzik el a filmben. Ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Csillagok között című filmről, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálhatod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!